A koszovói kérdés megoldásáról tárgyalt Brüsszelben Pásztor István tartományi házelnök Jelko Kacinnal, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjével. Vajdaság kérdéséről is szó esett a megbeszéléseken, mutatjuk. Pásztor István brüsszeli körútján a Szerbiát és ezen belül Vajdaságot érintő kérdésekben folytatott tárgyalásokat az Európai Unió képviselőivel. Jelko Kacinnal, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjével régi barátként üdvözölték egymást. Jelko Kacin nagyra értékelte a Koszovóról és Vajdaságról folytatott megbeszélést. Pa meni je uvijek dragoceno iskustvo i dragocena mogućnost razmene pogleda na Zapadni Balkan, kada o tome raspravljam s Mađarom koji je na najvišoj poziciji u Vojvodini. To znači da je to skroz racionalni europski diskurs gde se možemo veoma operativno informisati jednog drugog šta bi u tim okolnostima bilo svrsishodno, razumljivo, poželjno, na kakav način uputiti poruke da ne bi stvarali smetnje na vezi Brisel-Beograd ili Beograd-Novi Sad. Zato pokušavamo jedan drugog stalno upućivati, brifirati, hrabriti da radimo u tom pravcu kako bi se europski put Srbije ubrzao i kako bi i Srbija unutar sebe našla tu pozitivnu energiju koju ima, a koje se iz nekih neracionalnih razloga plaši, pa uvijek kada napravi korak napred, preti da će napraviti dva unazad. Pásztor István álláspontja szerint Koszovó ügyének rendezése után nem lehet tovább halogatni Vajdaság státuszának kérdését sem. Ennek a találkozónak azt gondolom, hogy külön apropót jelent ma az, hogy nagyon fölgyorsultak a Koszovó megoldását kereső tárgyalások. Ezekben a tárgyalásokban ő neki személy szerint is az elmúlt években nagyon fontos szerepe volt, most is aktív részese és aktív alakítója ennek a folyamatnak. A beszélgetés során elsősorban erről a folyamatról beszéltünk, arról, hogy ennek a folyamatnak a sikeres befejezése Szerbia számára is és az egész régió számára is mennyire fontos. Arról, hogy ezzel a probléma megoldással megnyílnak a gazdasági, szociális kérdések megoldásának a lehetőségei, arról, hogy ennek a kérdésnek a megoldásával Szerbia abban a helyzetbe hozza önmagát, hogy egy gyorsuló pályára tud helyezkedni, és megpróbálhatja az európai forrásokból és egyéb más lehetőségekből ledolgozni legalább egy részét annak a lemaradásnak, amiket az elmúlt években, évtizedekben önmagának okozott. Ezen túlmenően a beszélgetés során természetszerűleg fölmerültek azok a kérdések is, amelyek Vajdaságot illetik, illetve hát a vajdasági magyar közösséget illetik. Ezek részletes kibontására nem került sor, de egészen biztos, hogy a koszovói kérdés kezelését követően az alkotmánymódosítás fázisában és egyéb más rendszerbeli törvények megfogalmazása és elfogadásának fázisában a vajdasági kérdés megkerülhetetlen kérdés, ami olyan státuszba kellene hozni, vagy aminek olyan státuszba kellene hozni a Vajdaságot, hogy felszabadítsa a belső energiáit, és valóban a szerbiai fejlődésnek az élenjárójává tudjon válni. Ez a mi érdekünk. Ez nem destabilizációs jellegű, a decentralizáció az nem destabilizációt jelent, hanem a belső tartalékoknak, a belső erőknek a felszabadítását az önmagunk fejlődés és fejlesztés érdekében. A tartományi parlament elnöke ezen kívül részt vett a Dunamenti Városok és Régiók Tanácsának soros ülésén, amelyen jelen volt Johannes Hahn regionális politikáért felelős EU-biztos is. Az ülésen a Duna stratégiáról volt szó, amely egy úgynevezett makroregionális fejlesztési stratégia. A Duna folyó vízgyűjtő területének országait felölelő alapdokumentumot a 2011. évi soros magyar EU elnökség alatt fogadták el. Világossá vált az, hogy ez egy olyan elképzelés, amelyik nagyon összetett, és amelyiknek a kibontása időigényes. Az
az elkövetkező hetekben, hónapokban országokra és régiókra lebontva el fog készülni egy jelentés arról, hogy hol milyen elképzelések kerültek papírra, és hogy az elképzelések a megvalósítása érdekében országonként és régiónként mennyi pénz fog rendelkezésre állni. Ezzel párhuzamosan folyamatban van ebben a pillanatban a Duna stratégia ismertetése, és ez újabb helyszínek bevonásával az egész év folyamán történni fog. Többek között Újvidéken is erre sor fog kerülni a tavasz folyamán. Harmad részben pedig, ami nagyon fontos, kapacitások kiépítése az embereknek, a képzése annak érdekében, hogy ezzel a nagyobb összetett feladattal meg tudjanak lépni. Ez egészen biztos, hogy hosszú távon egy kifizetődő munka. Fontos, hogy ennek Szerbia, illetve Vajdaság folyamatosan aktív szereplője legyen, meggyőződésem, hogy a hosszú előkészületeket követően megvesznek az eredmény és az értelme. Pásztor István mellett a találkozókon részt vett még Dusan Jakovljev, a tartományi parlament alelnöke, illetve Predrag Novikov, Vajdaság brüsszeli irodájának vezetője is.